Napjainkban az internetes zaklatás mindenkinek sok problémát okoz, de a kiskorúak azok, akik leginkább ki vannak téve a veszélynek. A virtuális térben legtöbb idejüket töltő gyerekek könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. Ami tipikusan jelentkezik, amikor a kiskorú sértettek sérelmére köznyelven zaklatásként ismert cselekményeket követnek el, gyakran előfordul sajnos, hogy valamilyen úton módon a terheltek megszerzik a kiskorú sértettekről készült olyan intim, akár pornográf jellegű fénykép felvételeket, amelyekkel visszaélnek. Mindegy, hogy ezt a terhelt hogyan szerezte meg, hogy fenyegetés útján, vagy a sértett esetleg, amikor még jó volt a kapcsolatuk, önként bocsátotta a rendelkezésére. Ha a vádlott tudja azt, hogy ezen a felvételen, ezen a pornográf jellegű felvételen, tehát akár ruha nélküli intim felvételeken 18. életévét be nem töltött sértettek vannak, és ezeket a felvételeket valaki már önmagában azáltal, hogy megszerzi, bűncselekményt követel, a gyermekpornográfia büntetét követi el, amely 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény alapesetben, illetve hát ennek is vannak minősített esetei, tehát leggyakoribb az szokott lenni, hogyha nem csak megszerzik ezeket a képeket, hanem ezeket a képeket esetleg nagy nyilvánosságra hozza valaki, kiteszi, kiposztolja az internetre, az sokkal súlyosabban minősülhet, akár 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel is fenyegetett. A szakértők szerint a zaklatások a vírusjárvány miatti bezártság eredményeképpen felerősödtek és megsokasodtak. Igazából én azt gondolom, hogy az, hogy be vagyunk zárva, hogy nem mehetünk ki, hogy egy csomó helyzetben nem tudjuk levezetni a feszültségünket, nagyon sok szorongást szül, és ez a szorongás konvertálódik át ezután feszültségbe. És általában azt a feszültséget valahol el kell vezetni, kanalizálni kell, nagyon sokszor ugye gyengében vezetjük el, gyakorlatilag a saját szorongásunkból származó feszültségünket, ebből származó indulatunkat elvezetjük, vagy levezetjük valaki máson, azt folyamatosan piszkáljuk, és abból nyerünk kielégülést, hogy ő szenved, hogy ő kínlódik. Ez gyakorlatilag egy nagyon szadisztikus cselekvésnek tűnik, de egy normális lelki működés, tehát egy abszolút normál platformon működő lelki jelenségről van szó. Azt is látni kell, hogy azért ehhez hozzájárulhat még valamilyen szinten az arctalanság is, hiszen nagyon sokszor az online felületen nem kell saját magunkat felvállalnunk, akár egy avatar segítségével, vagy akár egy hamis profil segítségével tudunk másokat piszkálni, másokon el tudjuk vezetni a feszültségeinket, és így gyakorlatilag nem szembesülünk azzal, hogy mi mennyire rossz emberek vagyunk, hiszen mások nem jelzik ezt számunkra vissza, mivel mi egy A profil vagyunk. Ugye azt is látni kell, hogy a fiataloknak nincsen lehetőségük, hogy együtt elmenjenek valahova, együtt elmenjenek szórakozni, hogy nagyon sokszor a sport lehetőség is megvonodik tőlük, így ahogy mondtam, nem tudják kanalizálni, nem tudják elvezetni a feszültségeiket. És ezek a feszültségek mind feldolgozatlanul ott vannak az otthoni közegben, ott vannak a baráti közegben, tehát ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni a fiatalok. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi az a határ, amit átlépve már jogsértésről lehet beszélni. Akkor számít bűncselekménynek egy ilyen cselekmény, amennyiben a büntető törvénykönyvben lévő bűncselekmények tényállási elemei megvalósulnak. 2 fő ilyen bűncselekményről tudunk beszélni. Az egyik a becsületsértés, ezt akkor követi el valaki, hogyha nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ valakivel kapcsolatban, vagy ilyen cselekményt követ el. Hangsúlyozom, hogy az internet nagy nyilvánosságnak minősül. A másik ilyen bűncselekmény, ami a való életben és a virtuális térben is elkövethető, ez a zaklatás. Ezt a bűncselekményt az követi el, hogyha valaki más megfélemlítése céljából, vagy azért, hogy magánéletébe, vagy hétköznapi életvitelébe önkényesen beavatkozon, e véget rendszeresen, vagy folyamatosan háborgat valakit. Tehát ez a 2 bűncselekmény elkövethető egyébként a való életben is, és az interneten egyaránt, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak. Nagyon fontos az, hogy mielőtt valaki elkezd használni internetet, vagy egy új eszközt is, akkor nagyon fontos a használati utasítás. Tehát az internet tele van olyan tartalmakkal, amelyek ezekre a veszélyekre felhívják a figyelmet. Érdemes egy kicsit elmélyedni ezekben ezeknek az oldalaknak a tartalmai között, és egy picit felkészülni arra, hogy nem csak az életben, de az interneten is könnyen áldozattá válhatunk. A fiatalokra vonatkozik még egy nagy fontos szabály, hogy legyenek bizalommal a szülők irányába, és beszélgessenek arról, hogy tulajdonképpen mi is történik az interneten, mi zajlik ott, és mivel foglalkoznak. Ebben az esetben a szülők is el tudják látni őket hasznos tanácsokkal. Fel kell készüljenek arra is, hogyha feltöltenek valamit az internetre, az egyrészt ott is fog maradni,
és azzal más személyek könnyen visszaélhetnek. Ismerjük például a sexting jelenséget, amikor privát csevegésben egymásnak akár mesztelen képet is küldhetnek a fiatalok, majd később, amikor a kapcsolatuk már nem olyan rózsás, mint korábban volt, ezekkel a képekkel akár vissza is élhetnek, és sokszor megzsarolják egymást. Huszti Gábor azt mondja, a szülők mindenképpen beszéljenek ezekről a dolgokról a gyermekekkel, hiszen ha a fiatalkorúak tudják, hogyan használják helyesen az internetet, kevesebb az esélye, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. Ha megtörtént a baj, akkor is vannak opciók arra, hogy mit lehet tenni. Először is tisztázni kell azt, hogy mi történt. Beszélj át a gyermekkel, hogy valójában mi történt az interneten, és gondolják át azt, hogy milyen segítségre van szükség. Amennyiben bűncselekmény történt, akkor minden esetben feljelentést kell tenni. Ezek a bűncselekmények egyébként magánindítványra büntetendő bűncselekmények. Érdemes egyébként azt is átgondolni, hogyha ismerik a bántalmazót, az internetes bántalmazót, és esetleg egy iskolai közösségben vannak, akkor az iskola vezetését is meg lehet kerülni. Az internetes bántalmazásoknak egyébként nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezek a sértettek, áldozatok gyakran nagyon-nagyon súlyos sérelmeket szenvednek el, és ez megmutatkozhat gyakran lelki problémákban is. Ezért azt is érdemes átgondolni, hogy a szülők a gyerekkel szakértői segítséget vegyenek igénybe. A probléma nagyobb mértékben megelőzhető a tudatos internet használattal és a gyerekek felkészítésével.